átadták. Felavatták a Buslapusztai sportlőteret. Támogatást kapnak. Négy zalaegerszegi klub is bekerült a programba. Fejlesztés. Befejeződött az Alsó-erdei kerékpárút felújítása. Ez az a zalaegerszegi televízió híradója. Jó estét kívánok, Háhorváth Gyula vagyok. 2024. május 9-e csütörtök van, lássuk a legfrissebb helyi híreket. Indul az önkormányzati választáson az Együtt Zalaegerszegért Egyesület. A független szervezetet 1998-ban alapították, melynek tagjai a kezdetektől a városért dolgoznak. Valamennyi, azaz mind a 12 választókerületben indítanak jelöltet. A 12 jelöltünkről annyit kell tudni, hogy színes csapatot igyekeztünk összeállítani, férfiakat, hölgyeket egyaránt. Célunk az, hogy minél színesebben mutathassuk be a különböző körzetekbe a várost, és képviselőket is állítsunk, pont azért, mert mi nem vagyunk párt, függetlenek vagyunk mindentől, mindenkitől, csak Zalaegerszegért küzdünk. A szükséges aláírásokat már összegyűjtötték, a választási bizottság pedig jóváhagyta a jelöléseket. A harmadik egyéni választókerületben Sejem Tóth Sándor szeretne mandátumhoz jutni. Először is köszönjünk ajánlóinknak, hogy ajánlottak bennünket, nagyon segítőkéz volt a város lakosság, akiket megkerestünk, pozitívek a véleményeink, az észrevételeink, a tapasztalataink, és hát én fontosnak tartottam, mert én 20 évig dolgoztam önkormányzati területen, városnál és a megyén is, és úgy érzem, hogy a csapatnak kell egy olyan ember, aki a városi problémákat jól átlátja. Úgyhogy ez volt a fő indítékunk. A 2024-es voksoláson nem állítanak polgármester jelöltet, ugyanis, mint fogalmaztak, a jelenlegi városvezető Balaidz Zoltán eddigi tevékenységével nagyobb részben elégedettek. Nyilvántartásba vette a Demokratikus Koalíció és a Momentum Mozgalom közös polgármester és képviselő jelöltjeit a helyi választási iroda. A két párt 11 egyéni választókerületben méretteti meg magát. A héten a helyi választási bizottság nyilvántartásba vette a DK Momentum polgármester jelöltjét, illetve képviselő jelöltjeit. Most jön a kampány intenzív része. A kitelepülések, szórólapozások, az első körös szórólapunk már zalaegerszegi háztartások 80%-ában ott van, illetve a következő 4 hétben témakörökre bontva fogjuk bemutatni a választási programunkat, azt, hogy mit képzelünk el a következő 5 éves ciklusban, és merre szeretnénk fejleszteni Zalaegerszeget. A mai sajtótájékoztatón az ellenzéki pártok képviselői az Európa napra is emlékeztek. A mi barátainkkal minél jobb együttműködést tudjunk kialakítani, nem csak gazdasági téren, hanem azokat az értékeket, amelyekre az unió épül, jogállamiságtól elkezdve sok minden más, és ezeket természetesen mindenkinek, a közösség minden tagjának tiszteletben kell tartania. Én azt hiszem, hogy nem az a jó, nem az a cél, hogy harcoljunk az unió ellen, harcoljunk az ellen a szövetség ellen, ahol mindig is szeretett volna Magyarország tartozni, hanem örüljünk neki, éljük meg pozitívan. Ez egy nagyon jó lehetőség és nagyon pozitív lehetőség Magyarország számára. A helyi önkormányzati választást az európai parlamenti választással egy időben június 9-én tartják. A körzetekben induló jelöltekről és a szavazás legfontosabb tudnivalóiról a Nemzeti Választási Iroda internetes felületein közölnek részletes információt. Felavatták a Buslapusztai sportlőteret. A csaknem negyedmilliárdos beruházás része annak a projektnek, melynek köszönhetően megújult az Alsóerdő környéke. Az új létesítmény a Modern Városok program finanszírozásából épült. Balaidz Zoltán emlékeztetett, 2019-ben indult az a fejlesztés sorozat, melynek záró eleme a lőtér felújítása. Elkészült Alsóerdő területén a 3 nehézségi fokot magába foglaló tölgyekútja, és legalább ennyire fontos, hogy a tévétorony környéke is megújult. Ennek a sorozatnak a zárásán vagyunk most jelen. Az alsóerdei fejlesztések utolsó elemeként elkészült 213 millió forintos beruházással, 100%-os állami támogatással,
az a Buslak-pusztai sportlőtér felújítás, amelyre már régóta vágytunk. Víg László országgyűlési képviselő a mindennapos testnevelés bevezetését felidézve rámutatott. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar egy sportoló nemzet legyen. Schmidt Ádám államtitkár ezt megerősítve az ország vezetésének céljait hangsúlyozta. Egy nagyon kemény küzdelem zajlik itt a 21. század elején, ami arról szól, hogy a virtuális tér próbál meg minél nagyobb erőteret szerezni magának, mi pedig azért küzdünk, hogy onnan elszakítsuk a fiatalokat, elszakítsuk a fiatal felnőtteket, és valódi sportteljesítményre ösztönözzük őket. Itt egy fantasztikus sportág jelenik meg. Korong, illetve szituációs lövészet bemutatóval nyitották meg azt a csaknem egy hektáros területet, ahol vadászok, sportolók és amatőrök is gyakorolhatnak. 10 lőállás található, ami statikus álló lövészetre alkalmas, ugyanúgy 8 lőállás van a skit lövészetre, és van szituációs lövészetre egyszerre 6-7 pályát tudunk használni. Mint említettem, a szituációs lövészet a mi fő csapás irányunk, úgymond. Ott korlátlan számban tudunk vendégeket fogadni. Valamilyen szinten el fog indulni egy élménylövészet is a lakosság részére. Ennek részeként a szabályok betartása és a testi épség védelmének szem előtt tartása mellett civileknek is lehetőséget biztosítanak arra, hogy éles tölténnyel töltött fegyverrel lőhessenek. 4 zalaegerszegi klub is bekerült abba a támogatási programba, melyben a kiemelt vidéki sportegyesületek a kedvezményezettek. Ennek részeként a vármegyeszékhelyi szervezetek összességében mintegy 76 millió forint hozzájárulást kaptak. A részleteket sajtótájékoztatón ismertették az újságírókkal. A kormány 2010 óta kezeli stratégiai ágazatként a sportot. Céljuk, hogy olyan központok létesüljenek, ahol a fővároson kívül is biztosítani tudják a nemzetközi szintű utánpótlás képzést. Megszólításra került a konzorcium keretei között az atlétika sportág, a helyi úszósportszervezet, a judo és a birkózás. Nagyságrendileg 76,5 millió forint támogatásban részesül ez a 4 sportszervezet, és örömünkre szolgál az, hogy az elmúlt években olyan sportinfrastruktúra fejlesztés valósult meg itt Zalaegerszegen is, amely mind a 4 érintett sportágat érint. Balai Zoltán polgármester rámutatott, noha idén döntöttek az önkormányzati hozzájárulások emeléséről, az egyesületek fejlődéséhez az állami támogatás kulcsfontosságú. A városi lépték és nagyságrend nem tud versenyezni egy ilyen nagy állami támogatással, úgyhogy mind a 4 sportszervezet számára ez a kiemelt támogatás, ez a kiemelt státusz elérés, ez olyan új lehetőségeket nyit meg, akár fejlesztésben, infrastruktúrában, akár a működésben, amelyre eddig nem lehetett volna mozgásterük csupán az önkormányzati és szponzori támogatással. A kormány versenyeztetés és létesítményfenntartás szempontjából is nagy terhet vesz le a klubvezetők válláról. Elsősorban 30-40 versenyzőnknek a versenyeztetésére, hazai, illetve nemzetközi szinten. Most már 4 válogatott versenyzővel büszkekedhetünk, és hát nekik a nemzetközi szintű versenyzésük az hatalmas teher részünkre. Tulajdonképpen a mindennapi működés, a mindennapi versenyeztetés és a edzők, utazás, szállásköltség a fő része, amire el szeretnénk költeni, illetve szeretnénk különböző beruházásokat végrehajtani, főleg itt energetikai beruházásra gondolok a futófolyosónkon. A program több mint 600 környékbeli mindennapjaiban jelent minőségi változást. A zalaegerszegi úszók, atléták, birkózók és dzsúdósok csatlakozásával az országos kezdeményezésbe bevont egyesületek száma már közel 40-re emelkedett. Befejeződött az Alsóerdei kerékpárút felújítása a Sugár utca és az Élménypark közötti szakaszon. A beruházás 460 méterre mintegy 27 millió forintból valósult meg. A város kiemelt célja, hogy egyre több lehetőséget biztosítson a biciklis közlekedésre. Balait Zoltán polgármester hangsúlyozta. A kerékpárutak fejlesztése a lakók és az ide látogató turisták igényei miatt egyaránt fontos. Az elmúlt időszakban 2019 óta összességében 22 kilométer új kerékpárutat építettünk ki.
Ennek két fő célja van, egyrészt a városon belüli könnyebb mozgást teszi lehetővé, másrészt pedig a szabadidős, turisztikai és munkahelyre való eljutás feltételeit is javítja. Az Alsóerdőn az elmúlt években több jelentős beruházás is zajlott. Ezek sorába illeszkedik a kerékpárút rendbetétele. Itt az Alsóerdei Élménypark közvetlen környezetében rengeteg fejlesztés zajlott az utóbbi időben, hisz indult az Alsóerdei Élményparkkal, ami nagyon népszerű a lakosok körében, a családosok körében, illetve jól illeszkedett a túróútvonal kiépítése, illetve az emlékhely megépítése, és ebben a sorban következett az Alsóerdei kerékpárút felújítása. A fejlesztések ezzel nem értek véget. A közeljövőben a tervek szerint tovább szépítik a környéket. Az Alsóerdő és közvetlen környezetében szeretnék az aranyoslapi forrásnál is fejlesztéseket véghez vinni, mind ahogy a régi szép időkben is volt, akár esőbeálló padokkal, illetve egyéb fejlesztésekkel, valamint próbáljuk itt a közvetlen környezetet, akár a Gálafejen a játszótérbővítésre gondolok, illetve a Sugár utca felújítása következő évben megtörténhet. Az Alsóerdei kerékpárút Kertváros és Élménypark közötti szakasza két éve újult meg. Ezt egészítette ki a mostani rekonstrukció, így teljes hosszában jó minőségű, biztonságos nyomvonalon közlekedhetnek a biciklisek. Megrendezte az Újkor hajnalán című kétnapos biztonságpolitikai konferenciáját az Zalaegerszeg Barátai Egyesület. Szerdán neves előadók részvételével a nemzetközi helyzetről, illetve a világban dúló háborúkról tartottak kerekasztal beszélgetést a Koronaszalomban. Elsőként Robert C. Kestel biztonságpolitikai szakértő bejelentkezésében az izraeli konfliktusról hallhattak előadást a résztvevők. A Szent István Biztonságkutató Központ vezetője az orosz-ukrán háború eddigi veszteségeire hívta fel a figyelmet. A 21. században senki nem várta, hogy egy nagyon hosszú, nagyon brutális háború folyik a szomszédunkban. Körülbelül 150 ezer halott van mind a két oldalon, 300 ezer sebesült el, rengeteg művégtaggal ellátott katona van mind a két oldalon, és óriási az anyagi pusztítás, közel 500 milliárd dollárnyi vagyon, illetve épület semmisült meg. Ukrajnának egyre nehezebb megvédeni a területeit, és ez a nemzetközi kapcsolatokra is rányomja bélyegét. Emelte ki Somkuti Bálint biztonságpolitikai elemző. Nyugat nem nagyon tudja már fegyverrel ellátni Ukrajnát, ezért volt szó, vagy azért beszélnek többen arról, hogy ha nem akarja azt a nyugat, hogy Ukrajna vereséget szenvedjen, akkor valamit tennie kell, és eközött merült fel az, hogy esetleg NATO csapatokat vagy európai csapatokat küldeni Ukrajnába, ami azért veszélyes, mert egy szélesebb konfliktus, akár egy világháború vagy egy atomháború veszélyt is elővetíti, úgyhogy ezekről a lehetőségekről is fogunk beszélni, arról, hogy ez miért jó, vagy miért nem jó ötlet, milyen előzményei, milyen következményei lehetnek, és ennek a tágabb összefüggéséről. Annyit az előjáróban elmondanék, hogy nem kell félni egy világháborútól, jelenleg mi nem tartunk ott. Az aktuál politikai kérdéseket érintő rendezvényt a Városi Civil Alap elnevezésű kormányzati program támogatásával szervezték meg a Zalai Vármegye székhelyen. A Zalaegerszeg Barátai Egyesület sikeresen pályázott, éppen ezért tudjuk megszervezni ezt a biztonságpolitikai konferenciát, amit egyébként már korábban is megszerveztünk itt Zalaegerszegen a Koronaszalomban. A programsorozatot a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben folytatják, ahol adásunkkal egy időben Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő tart előadást. Az MB3 északnyugati csoportjában a kiesés ellen küzdő zalaiak a Balatonfüred vendégeként szerepeltek. A hazaiak kispadján az ETE egykori labdarúgója, majd edzője Preisinger Sándor ült. Balatonfüredi FC, ZTFC 2, 1-2. Gyereknapot tartanak a Deák Ferenc megyei és városi könyvtárban május 11-én 8:30 és 13 óra között. A résztvevőket ezúttal bűvéssóval, kézműves foglalkozással, lufi hajtogatással és papírszínházzal várják. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Átadták. Felavatták a Buslapusztai sportlőteret. Támogatást kapnak. 4 zalaegerszegi klub is bekerült a programba. Fejlesztés. Befejeződött az Alsóerdei kerékpárút felújítása.
Ez volt az Zalaegerszegi Televízió híradója 2024. május 9-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb péntek este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió további műsorait a www.ezektv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!